Úgyhogy most cukinit eszünk cukinivel. Egy cukini főzeléket fogunk egy picit jutulóval megbolondítani, és hozzá gluténmentes cukini fasírtot készítünk. Ennyi, tök egyszerű. Az első lépés, hogy a fasírthoz a cukinit, az egyiket lereszeljük, besózzuk és állni hagyjuk, addig meg úgy is kell aprítanunk hagymát, a másik cukinit kockázni a főzelékhez. Ennek az ételnek az az egyedüli hátulütője, hogyha az embernek ilyen óriási félméteres cukkini akad a kezébe, mert akkor ezt azért meg kell hámozni, megnire azt azért úgy masszívan lereszeli, de hát ezt szokták a férfiakra bízni, ez egy pont jó feladat nekik, kis Sámira leültet, és hajrá, segíts nekem, légy szíves, a konyhába is reszeld le, de ez egy tök normális méretű cukkini volt. Félrerakom pihenni, egy pici olívaolajon megdinsztelem a hagymát, és akkor mehet is rá majd a cukkini. Én szét nem kell megkeverni, főni? Ja. Azt mondja, főni! Ha valamiket soha életemben nem vágyszom, akkor az az, hogy cukkini nagyjából egyforma kockákra történő vágása egy pici figyelmet igényel csak, de tényleg nem sokat, meg egy jó éleskést. És ha megvagyunk, akkor a megdinsztelt hagymára mehet is rá. Bár a hagymát megsóztam, azért egy picit a cukkinire is rakunk. Bár igazából, hogyha valaki alapnéddel szeretné fölönteni majd a cukkini főzeléket, akkor ugye számolni kell annak a sósságával, meg a jutuló sósságával is. Közben pedig összeállítjuk akkor a fasírtot, kinyomkodtam a cukkinit, jön hozzá egy tojás, és annyi zsemlemorzsa, amennyit felvesz. Hát ez a lassan elkezdjük hozzárakni, aztán ahogy gyűszmékeljük a kezünkkel, érezzük, hogy vesz-e még föl, kell-e még neki, vagy sem. Természetesen gluténmentes zsemlemorzsát használok, úgyhogy a gluténérzékenyek is fogyaszthatják. Egy picit állni kell azért, ezt érdemes, hogyha hagyjuk egy kicsit állni, hát azért ehhez még rakunk. És ha már formázható, akkor még a legvégén is egy picit megforgatjuk zsemlemorzsában, mielőtt kisütnénk. Van, aki gombóc formára csinálja, én szeretem inkább ellapogatni, mert akkor kevesebb olaj is elég a sütéséhez, és ráadásul hamarabb meg is sül. Azt az elején már elmondtam, hogy a cukkini főzeléket egy kis jutulóval fogjuk bolondítani, de nagyon jól passzol ehhez az egészhez a kapor, meg a petrezselyem is. Úgyhogy mindkettőből rakunk a cukkini főzelékünkbe. És egyébként a kaporhoz van egy nagyon jó családi történetem. Anyukám és nagymamám nem nagyon főztek együtt. És valamiért egyszer úgy alakult, gondolom a füredi kis nyaralomban, hogy ketten együtt főztek, nyár volt, több főzelék készül. És anyám kezében a csokor kaporral kérdezi a nagyit, hogy most ezzel mit csináljak. A nagyi megmondta, hogy vágd bele. Anyám meg ugye tetrekész, olyan ember lévén, aki nem nagyon szokott tökmörögni a döntésekbe, fogta, felkapta a fedőt, belevágta, beledobta ugye a csokor kaprot a főzelékbe. És hát innentől kezdve mi csak így készítettük a több főzeléket, mert ugye az érzékenyebbek, mint én is például korábban nem szerettem a kaprot,
Tehát teljesen jó volt, hogy a főzés végeztével a kaport kivettük, az íze nagyon enyhén ott volt persze, de az ember legalább nem kezdte el rágogatni. Most már semmiféle averziók nincs a kaporral, úgyhogy hajrá, de ezt tudom javasolni azoknak, akik esetleg hasonlóképpen vannak ezzel a növénnyel. Fasírtunkat ízesíthetjük fehér borssal például, én egy kicsi fokhagymát is rakok bele, mivel nem. Lényeg, hogy ezt nyilván egyéni ízlés dönti el, valami ízesítő azért nem árt bele. Ha összekevertük a cukini fasírt alapunkat, akkor kis pogácsákat formázunk, aztán majd még azokat is meghempergetjük dzsemlemorzsában, és aztán már jöhet a kis üdés. Pogácsákat meghempergetjük egy kis zsemlemorzsával, és forró, én most kókuszolajat használok, forró olajban kisütjük, de bármilyen növényi olaj megteszi. Nyilván minél inkább ellepi a pogácsákat, annál finomabbra, ropogósra sülnek, és azért néhány perc mind a két oldalának kell majd. Addig tudunk foglalkozni a cukkini főzelékkel, egyharmadát kivesztük, leturmixoljuk, kerül majd bele a jutúró, egy kicsi gluténmentes zappehelyliszt, és ez a kis szottyos valami fog visszakerülni a főzelékbe, és ez adja majd a főzelék állagot. Kintunk egyet, és kész is. Bam, 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 bam